Az Adam Sangala 3 órás filmje felér egy kész gyűrűkurával, csak itt nem Sauronhoz menetelünk, hanem egy nőhöz nagy szombatba. A történet Jano izgalmas hajtóvadászatával kezdődik. Jano orvadász volt, és amikor elkapták, lógott egyet a spanyával Obelixen. Adam, a fia, okos gyerek volt, még a nevét is le tudta írni. Igaz, hogy más nem. Elhatározta, hogy világgá megy, és meggazdagszik. Barátjával indult el, de az olyan veszélyesen suhogtatta a kardját, hogy inkább azt mondta, köszönöm, és elfutott. Ezután random megvert egy grófot, hogy megvédjen egy nőt, ami miatt elszabadul a kutya Geddon. A gróf ezután vendettát hirdetett ellene. Adam az a fajta srác volt, aki axot használt. Oh, nice, you notice my breath. Ti prego, farami di calcio. Végül beleszeretett Betkába, egy nagy szombati nemes lányba, aki azután hazament. Adam ezután elmegy a zsolnai fogdosós piacra, ahol szintén keresik. Ott katonának áll, és Milok nevű társával Beckó várába küldik. Milok megpróbálja elárulni, és leitatja, hogy könnyebben elfogják. De Adam varázslatosan egyetlen mozdulattal kiózanodik, és a lehető leghülyébben menekül el. Eljut Beckó várába, ahol már vártak rá. Aho, otvorte! Len podalám, ko už ťa tu čakám. Adam Sangala! Sangala? Sangala. 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 A fene egyen meg! Sangala! A várúra Peter Pavol Praskowski, szívmelengető fickó, és egyáltalán nem úgy van bemutatva, mint egy főgonosz. Pókembercsók. Kiderül, hogy a gróf, akit megvert, az Praskowski ellensége, így huszár lesz belőle. Zlatých, alebo nie. Boh mi je svedkom. Nemám. Daj mu jeden klin. Neviem, či to má zmysel, pán brat. Adam továbbra is szégyentelenül falja a nőket, miközben azt egy törbe nézi. Praskowski menye Brigitta terhes lett, és Adam az apja. Budeme mať dieťa. You are not...
A nő ezután csapdát állít neki, de a törpe segít neki. Végül így is elkapják, de a luteránus pap barátja Konópka megszükteti. Később elkapják Praskovszki fiát, Ondrejt, de végül Adam hűtársával megmenti, emiatt a Praskovszki család kénytelen megbocsátani neki. Itt hallhatjuk a történelem leghangosabb folytogatását. Közben megjelennek a törökök is, majd el is mennek, és többet nem is látjuk őket. Adam végre találkozik Betkával, és elveszi feleségül nagy szombatban. Krisztus még a bölcsőben ringott, amikor én már rég szétkeféltem az agyomat. És meg kell, hogy mondjam, a vietnámi kurváknak sehol nincs párjuk. Mi van? Petel Pavol Praskovszki azonban még nem adta fel. Felvette a kereszténységet, és gonosz mesterével, Pázmány Péterrel üldözni kezdik a nem keresztényeket, mint például a luteránus Konopkát és barátját, aki megszöktette. Úgy tűnik, minden jól alakul, Adam nemes lett, fia született, barátja szabad, de azután apósa elárulta, és egyetlen pillanat alatt mindent elveszített, mint például a fejét.